Na, hát várom a népet. Ó, már látom, öten vagytok, szuper, üdvözöllek benneteket, éljenek az első fecskék. Már heten vagytok, nagyon szuper. Semmi különös, ugye folytatnám az előző órán elkezdetteket. Üdvözlőka. Tehát az előző órán ugye elkezdtünk második Józsefről beszélni, és azt mondtuk ugye, hogy hát ez a felvilágosult abszolutizmus korszaka Magyarországon, ugye már Mária Teréziát is annak címkéztük, ugye, de azért tegyük hozzá, hogy azért nála is megfigyelhetők ilyen törekvések, de azért még nagyon sok olyan vonása van az ő uralkodásának, ami se nem igazán felvilágosult, se nem igazán abszolutista, hiszen például országgyűlések még vannak az ő korában. Na most ezzel szemben ugye második József, ő a igazi, ugye ez a prototípusa a felvilágosult abszolutista uralkodónak, aki leül az íróasztalához, írja sorba a rendeleteket, ugye pecsételi le és küldözi szét, hogy akkor az történjen, ugye, amit ő akar. De hát jót akar, pontosabban civilizálni akar, fejleszteni akar, modernizálni akar, és hát ennek érdekében születnek ugye a rendeletei. Egy rendeletéről már beszéltünk, ugye ez volt az úgynevezett türelmi rendelet, ugye, ami 1781-ben született. Ehhez kapcsolódott egy csomó ugye a katolikus egyházat érintő intézkedés, ami korlátozták a birodalom területén az egyháznak a működését, és tulajdonképpen a császár ellenőrzése alá rendelte, vagy rendelték ugye az egyházakat. Emiatt ment ugye a pápa 1782-ben ugye fordított kanosszajárás címén Bécsbe, ahol hát végül is elutasításra talált, tehát ezeket a rendeleteit ugye a második József nem vonta vissza. Na, tehát első ugye türelmi rendelet és a hozzá kapcsolódó ugye egyházakat érintő rendeletek, ez volt egy ilyen csomag. Most jönne ugye egy másik, ugye ez a 1785-ös jobbágy rendelet. És itt megint utalnék vissza, hogy jobbágy rendelete ugye már Mária Teréziának is volt. Ez a jobbágy rendelet tulajdonképpen hát ezt fejeli meg. A jobbágyok szempontjából nagyon kedvező dolgokat tartalmaz, de az az igazság, hogy egy kicsit kisebb jelentőségű, mint a Mária Terézia féle. Miért, milyen elemei vannak ennek? Az első az, hogy biztosította a jobbágyok számára a szabad költözködést, azaz, ha valamiért ugye nem tetszett nekik az egyik földesúr fennhatósága alatt élni, akkor átköltözhettek egy másik földesúr birtokára. Azért mondom, hogy ez nem olyan nagy jelentőségű dolog, mert a gyakorlatban ez így működött. Tehát a 18. században, amikor nagy hiány volt jobbágyokból, akkor gyakorlatilag ez már megvolt, ez egy működőképes dolog volt, tulajdonképpen ez csak legalizálta, szentesítette a második József féle jobbágyrendelet. Na most ez az első eleme. A második elem az nagyon szép, de hát megint kisebb a gyakorlati következménye, hogy megtiltotta ugye a jobbágy névnek a használatát, nem szabad jobbágynak hívni, meg nem szabad parasztnak hívni, úgy kell hívni, hogy földműves. Ez nagyon szép, de azért nyilván olyan nagyon nem forgatta fel ez a parasztok mindennapjait, meg hát nem valószínű, hogy ezt ellenőrizték, hogy akkor tényleg hogy szólítja a földes úr a jobbágyát, vagy hogy emiatt ugye a jobbágy, aki függött személyében a földes úrtól, az nagyon panaszt mert volna tenni ennek a
megsértéséért. Tehát mondom, inkább ugye elvi jelentőségű. És akkor ugye, amik még ugye ide járulnak, hogy a földes úr nem gátolhatja azt, hogyha a jobbágynak a gyereke az ipart akar tanulni, tehát valamilyen szakmát akar tanulni, mesterséget akar tanulni, hát valószínű, hogy ő a birodalomnak a gazdasági fejlődésében, iparosodásában gondolkodott, és azt gondolta, hogy az nagyon jó, hogyha van ennek egy szakképzett bázisa. Hát a földes úr ezt ugye nem akadályozhatta meg, és természetesen a jobbágyoknak a házasságát sem, ugye, hogy hogyan, hát ebben nem szólhatott bele. Tehát ilyen jellegű földes úri tilalmaktól, vagy beavatkozásoktól védte a jobbágyokat a második József féle jobbágy rendelet. Inkább az irányát szoktuk kiemelni, hogy ez előrefele mutat, hogy a jobbágyság megszüntetése felé mutat, vagy a jobbágy rendszernek a felszámolása fele mutat. Tegyük hozzá, hogy persze a földes urak olyan nagyon nem örülnek ennek, tehát nyilván morognak, mi az, hogy a parasztnak nem mondhatom azt, hogy paraszt, és mi az, hogy nem akadályozhatom meg, hogy ipart tanuljon, hogyha nekem pedig itt lenne szükségem arra, hogy robotoljon a jobbágynak a gyereke. Tehát nyilván ez egy ilyen rossz vért szül, mint ahogy már mondtam nektek, hogy a korona Bécsbe vitele is rossz vért szült, és hát az is persze, hogy egyáltalán nem tartott országgyűléseket. Na most, tehát volt egyszer egy türelmi rendeletünk, volt egyszer egy jobbágyrendeletünk, ugye 1785, itt arra tudott hivatkozni, hogy az előző évben Erdélyben volt egy parasztfelkelés, ez a Horea Kloska féle ilyen román parasztfelkelés, és akkor hát megint ugye, ahogy a Mária Terézia is hivatkozott a korábbi parasztlázadásokra, ő is ugye hát tiszta jó akaratból a földes urak iránt, ugye segít nekik abban, hogy a jobbágy az ugye szerint legyen. Na most jó, menjünk tovább. Jön a következő rendelete, ugyanebben az évben, 1785-ben, ez legvitatottabb rendelete, ez volt az úgynevezett nyelvrendelet. Mit jelentett a nyelvrendelet? Ez azt jelentette, hogy II. József hivatalossá tette a német nyelvnek a használatát a hivatalokban, a közigazgatásban, mégpedig Magyarországon is, tehát a birodalom egész területén kötelező németet használni. Mondtam nektek, ugye, hogy ugyanúgy, ahogy Oroszország vagy Poroszország, ez egy sok nemzetiségű birodalom, és nyilvánvaló, hogy hát az a szándék húzódik-e mögött, hogy egységesítsünk, tehát hogy ő egy egységes birodalomban gondolkodott, nem a magánéletre vonatkozott a rendelet, tehát a magánéletben ugye egymás között mindenki úgy társulog, ahogy akar, meg tud. Ez kifejezetten ugye a hivatalos, ugye a közéletre vonatkozott. Na most megkérdezném, hogy hát ez mi volt korábban a hivatalos nyelv, és erre ti valószínűleg rávágnátok, hogy a magyar. De hát szeretném ugye jelezni, hogy nem a magyar volt a hivatalos nyelv, hanem a latin. Tehát ez gyakorlatilag a középkor óta folyamatosan az államügyeket latin nyelven intézték. A Zsófi az írja is. Tehát ez egy teljesen természetes dolog volt. Tehát lehet, hogy a magyar földes úr az bunkó volt, és vastagnyakú volt, és piált, és verte az asztalt, és káromkodott, de latinul mindegyik tudott. Tehát ugye azt beléjük verték az iskolában. Ha írni, olvasni tudott, akkor latinul is tudott, és ezt talán a magyarosok emlékeznek rá,
hogy ott a nyelvújítás magasságában tanultuk is, hogy hát a magyar az egy parasznyelv volt, tehát csak ilyen föltözragadt hétköznapi témákról lehetett tárgyalni magyarul. Ugye ilyen emelkedettebb dolgokról, hogy tudomány, meg kultúra, meg filozófia, meg pláne állami élet, hogy az csak latinul lehetett művelni. Na most ennek ellenére, hogy a német az nem a magyart váltja föl, hanem a latint váltja föl, ami egyébként egy semleges nyelv volt. Ugye, tehát nem volt ugye semmi gond, működőképes volt évszázadokon keresztül. Tehát mindesetre ez a nyelvrendelet, ez nagyon nagy felháborodást vált ki országszerte, és még II. Józsefnek a magyarországi hívei, akikről majd beszélünk, ebben a dologban még ők se értettek egyet, és még ők se fogták pártját a császárnak, mert ebben ugye a nemzeti identitásuknak a megzavarását és az ősi jogaiknak az elvitatását látták, és nagyon fel voltak háborodva, és ugye beszéltünk a nacionalizmusról. És mi úgy tanultuk, hogy a nacionalizmus az a nagy francia forradalomban született meg, és a nagy francia forradalom nyomán, ugye mint egy ragály, ugye terjedt ott más nemzetekre. Ebből látjátok, hogy amit most mondok, hogy ez nem teljesen így van, tehát ez egy korszellem a nacionalizmus, tehát még nincs francia forradalom, még 1785 van, és már ugye a magyar nemességnek a körében a nemzeti öntudat nagyon megerősödik. Ilyen magyaros ruhákat vesznek föl, ugye ilyen sújtásos mentét, meg ugye kócsak tollas ilyen kalpagot, meg nem tudom én, és nagy divat lesz a magyar tánc, ugye, hogy akkor magyaros táncokat járunk, és csak azért sem ugye a német ugye valcert, meg ezeket. Tehát kifejezve, mint egy ellenhatásaként ennek a rendeletnek, ez belobbantja ugye a hazaszeretetnek ugye nagyon látványos megnyilvánulásait, vagy a nemzettudatnak a nagyon látványos megnyilvánulásait, hangsúlyozom, még nincs francia forradalom. Tehát évekkel ugye előtte járunk. És akkor hát egy ilyen fura dolog ez, hogy na mindegy, majd később azért erre rátérnék, hogy mit is mondjunk erről a második Józsefről. Ugye ez nagyon árnyalja a képet, az egész. Na most a következő dolog, ugye, hogy ezt már nem tudom évszámhoz kötni, talán 1788, vagy valahogy így. Második József elindított egy ilyen kataszteri felmérést, ami azt jelentette, hogy felmérték, hogy melyik nemesnek ugye mekkora birtoka van, egy népszámlálással kapcsolták ezt egybe, tehát tudni akarta ugye Második József, hogy az egyik országa területén ugye kik élnek, mekkora birtokuk van, azoknak a birtokán kik élnek, ugye stb. Nagyon örülünk ennek ugye mi történészek, ugye demográfusok, mert ez az első ugye hivatalos, ugye eddig csak becslések léteznek. Ugye a második József korabeli népszámlálás az első olyan, amelyik már ugye exakt adatokat tartalmaz. Na most a magyar nemesek ettől is föl vannak háborodva, hogy miért mérik föl a birtokaikat, ugyanis arra gyanakszanak, hogy a birtokaik arányában majd második József ugye meg akarja őket adóztatni. És nagyon jól gondolják, tényleg erre készült. És ezért minden lehetséges eszközzel ugye próbálták ezt megakadályozni, és hát verték az asztalt, ugye, hogy hát az adómentesség az nemesi előjog, és benne van az alkotmányba, és ugye Aranybulla, 1351-es törvények, és Verbőci hármas könyve, és stb. Tehát ők nagyon föl voltak ezen háborodva,
hogy őket a császár ugye meg akarja adóztatni, de ki sem mondta, csak hát az úgy lehetett tudni, hogy valójában mit célt szolgál ez az egész. Na most nagy ilyen tiltakozások vannak a vármegyékben, amit Másik József nagyon egyszerűen megold, ugye egyszerűen a vármegyék helyett, amik hát tulajdonképpen István király kora óta létező intézmények, vagy hát ilyen közigazgatási egységek, bevezetett egy teljesen másfajta közigazgatást, ilyen körzeteket. Tehát egyszerűen figyelmen kívül hagyta teljesen ezeket a magyar tradíciókat, és természetesen ugye mondanom sem kell, hogy ez is ugye fölháborodást szült. Na most, hogy rövidre zárjam a történetet, Második József belekezdett, tényleg vesztére lehet mondani, egy török ellenes háborúba. 1788-tól. Na most ez a török ellenes háború, ez erején felülvaló volt a birodalomnak. Poroszország ugye meg akarta ragadni az alkalmat, ugye egy újabb támadásra készültek ugye a Habsburg birodalom ellen, ugye tehát a porosz Habsburg, ugye úgy hívták ezeket a poroszokat, a Hohenzollernek, ugye a Hohenzollern és a Habsburg dinasztia vetekedése, ez végigkíséri a 18. századot. Tehát a poroszok háborúra készültek. A front beragadt, ugye tehát ez a törökellenes háború beragadt, járvány tört ki, tehát lássátok, ugye nincs új a nap alatt, és a végül is az egész tulajdonképpen egy csőtömegbe torkolik, ugye a Második Józsefnek az uralkodása, a népek lázongonak, a poroszok támadni készülnek, a törökellenes háború beragad, stb. És ezért van az, hogy ő maga is ugye megbetegedett, 1790-ben a halálos ágyán, ugye ez a nevezetes tolvonás, ugye egy tolvonással ugye visszavonja a rendeleteit, kivéve a jobbágy rendeletet és a türelmi rendeletet, tehát pont két olyat, amit mi tanultunk, ugye viszonylag részletesen. Tehát belátta, bizonyos dolgokat azért meg akart hagyni, de belátta ugye a politikájának a kudarcát. Ilyen gyorsan ennyi változást nem lehet átnyomni. Tehát ugye ez derült ki számára, tehát amilyen türelmetlenül kezdett az uralkodásához, tulajdonképpen ez derült ki, hogy hát ez nem lehet, ugye így, nem lehet ennyi idő alatt, ugye mert annyi embert érint, az egész társadalmat valamilyen módon érinti, felbolygatja, hogy ez végül is, ez egy kudarc lett. Na most persze nagyon sok rendeletről nem beszéltünk, tehát volt olyan, amelyik a parasztság körében is ellenállást szült, mikor elrendelte, hogy nem szabad koporsóba temetkezni, hanem zsákba kell rakni a halottat, mert az olcsóbb, mésszel fertőtleníteni kell a sírokat, át kell helyezni a temetőhelyét, nem a falu közepén álló templom kertjébe, hanem ugye a falun kívülre. Ezen fölháborodnak a parasztok is, mert ugye évszázados tradíciókat bolygat meg ugye ez az egész dolog. Tehát nagyon ilyen ellentmondásos az uralkodása. Na most jeleztem nektek, hogy vannak hívei, ugye Második Józsefnek. Úgy hívják ezeket, hogy józsefinisták, ugye, tehát a József az németül József. És a József hívei, vagy József hívei, ugye azok józsefinisták, ugye, mint hogy Lenin hívei, leninisták, vagy Miketz hívei, miketzisták. Tehát ugye ez világos, hogy ezt hogyan képeztük. Na most Magyarországon is volt egy viszonylag szűk réteg, akikről azt lehet mondani, hogy józsefinisták. Kik ezek? A felvilágosult módon gondolkodók, tehát akik átlátták
hogy ugye ez arra megy ki, hogy civilizáltabban és jobban éljenek ugye az emberek. Azok álltak II. József pártjára, nemesek közül is voltak ilyenek, ugye például ugye a Hajnóci József. Egy másik részük az polgári származású volt, tehát nem nemesi származású volt. Ezeket hívják úgy, hogy honorációrok. A honorációrok az a nem nemesi származású értelmiség. Erre is tudok példát mondani, ugye a magyarosaimmal tanultuk, de biztos, hogy a másik csoportban is tanultátok, ilyen volt ugye a Batthyány János. Tehát aki egy tapolcai csizmadiának volt a fia, tehát polgári származású hívei is voltak, nemesi származású hívei is voltak, de viszonylag kevesen, és a nyelvrendeletével még ezek sem értettek egyet, tehát ugye ez annyira sértette ugye a nemzeti önérzetet. Na most a nemeseknek a többsége az viszont teljesen ellenállt, ugye, és tényleg nagyon föl voltak háborodva. Kinek van igaza? Nagyon nehéz megmondani. Ugyan, meg hát nem is kell feltétlenül nekünk ítéletet alkotni, csak van egy csomó dolog, amiről azért azt lehet mondani, hogy előremutató, felvilágosult, emberséges dolog. Ugye gondoljatok a jobbágyrendeletre, és hogy föl vannak háborodva a nemesek a jobbágyrendelet miatt, hogy nem tudják kényükre, kedvükre nyúzni a jobbágyot, hát ebben nem mondhatjuk, hogy fú, de gonosz zsarnok, ugye, és tiltakozik ugye a nép, és milyen igaza van. De a másik oldalon meg hát ott van a nyelvrendelet, hát most szépíthetjük, hogy de csak a hivatalos életben, meg mit tudom én, de hát azért mégiscsak ugye ránk erőszakol egy nyelvhasználatot, és mégiscsak ugye, vagy a megyerendszernek a zárójelbetétele, ugye az egész rendi szervezetnek a zárójelbetétele, hát ebben meg nem lehet azt mondani, hogy nincsen igazuk. Mi magyarok vagyunk, ugye, és tehát, hogy egy ilyen ellentmondásos személyiség egy csomó mindenben jót akar, de abszolút ilyen diktatórikus eszközökkel, ugye mindent a népért, semmit a nép által, nincs tekintettel érzékenységekre, nincs tekintettel ugye egy országnak a tradícióira, se nemzeti, se semmilyen tradícióira, hanem én ugye az íróasztalnál kitalálom, hogy mi a jó a népnek, és akkor azt leírom rendeletbe, lepecsételem, és meg tovább. Tehát ez így működik ugye a felvilágosult abszolutizmus. Tehát egy ellentmondásos jelenség. Ha a progresszió, ugye a haladás, modernizáció szempontját nézem, akkor azt mondom, hogy itt van ez a nagyon haladó gondolkodású II. József, és itt van ez a sok bunkó állat magyar nemes, amely gátat akar vetni a reformjainak, és makacsul akarja őrizni az ő kis kiváltságaikat, és leginkább azt, hogy nyúzhassák kedvükre a jobbágyot. Az egyik megközelítés. A másik megközelítésből meg azt tudom mondani, hogy hát ugye a magyar nemesek ezek őriznek egy nemzeti identitást, ugye őriznek egy tradíciót, egy szerves tradíciót, amit ez a türelmetlen és érzéketlen és diktatórikus eszközökkel dolgozó uralkodó ugye nem vesz figyelembe, és nekik igazuk van. Ha ezt a szempontot nézem. Na most jön egy dolog, ami baromi érdekes. Ugyanis a magyar nemesség körében is lassan elterjed a felvilágosodás. Ugye emlékeztek rá, magyarosaim, hogy a 1772-ben, vagy 73-ban, ugye Bessenyei György, Mária Terézia udvarába, ugye magányosan, ugye mint testőr, író, megismerkedik a felvilágosodás gondolataival, később ugye van körül egy szűk kis kör, ugye, akik
az ányos pálék, akik csatlakoznak hozzájuk. Tehát ugye a felvilágosodás az még 1770-es években nagyon szűk körben van. Az 1780-as években nagyon sok magyar nemes magáévá teszi. Mit? Például a társadalmi szerződés gondolatát. Gondoljatok Lokra, vagy Rousseau-ra. Ugye mit jelent a társadalmi szerződés? Az uralkodó hatalma a néptől származik. Ki a nép? Mi vagyunk a nép? Végső soron az uralkodó, ugye a második József hatalma az tőlünk ered. Ha az uralkodó a hatalmát ugye önkényesen használja, a nép érdekei ellen használja, akkor azt az uralkodót le lehet váltani, és jogos dolog is leváltani, vagy szembeszállni vele, vagy ellenállni, stb. Ezért fordul sok magyar nemes a poroszokhoz. Nyíltan leveleznek a poroszokkal, összejátszanak velük. Mert azt mondják, hogy itt az idő, hogy az zsarnok uralkodót a népszuverenitás, népfelség elvének megfelelően megmutassuk. Az eszébe se jut, hogy hát a paraszt is nép. A nép azok mi vagyunk, a nemesek. A parasság, hát olyan politika alatti réteg, az a dolga, hogy túrja a földet, ilyen félállati nem tudom kik. Tehát ugye az nem jut eszükbe, ugye, hanem amikor, tehát az, hogy az emberek születésüktől fogva egyenlők, ez nem jön át, hanem a felvilágosodásból is azt hallják meg, ami nekik érdekes, ugye, hogy a zsarnok uralkodó és a jogosan lázadó nép, ezt a gondolatmenetet. Tehát, hogy van ugye, magyar nemesi felvilágosodás, hát amikor kitör a francia forradalom, akkor a Batthyány le is írja, hogy mikor nem nemes volt, mindegy, most mondtam, hogy egy vigyázó szemetek Párizsra vessétek. Tehát kezdetben ugye így viszonyulnak hozzá. Na most szeretnék, ugye ha sikerül, akkor felolvasni nektek egy verset. Ányos Pál írta, az a címe, hogy Kalapos király. És bocsánat, hogy tartok egy ilyen kis irodalmi kitérőt, de nekem ez nagyon tetszik, meg hát úgyis forrásokat is tudni kell értelmezni. Ezt fogjuk fel úgy, mint egy forrást. Most egy kicsit sajnálom, hogy ez nem zoomos óra, mert akkor beleszólhatnátok. Ugye így szól a vers. Mégsem szűnsz kegyetlen szívünket gázolni. Másik Józsefnek szól. Nem elég még a könyv? Könyv alatt ugye itt a könnyeket kell érteni. Még többnek kell folyni? Képtelen fajzás. Véred gyalázatja. Gyilkos a népednek, nem pedig len atya. Ez a hálaadás oly szent hívségünkért? Házadért kiöntött számtalan vérünkért? Megőszült atyáink miként csalatkoztak, hogy rajtad s anyádon egykor szánakoztak. Tudod, a pozsonyi vár palotájában miként nyöszörögtél anyádnak karjában. Véltük, hogy szerelmet sírtál nemzetünkre, és most látjuk, hogy gyilkos tört voltál szívünkre. Na, itt egy pillanatra megállok. Miről szól ez a pozsonyi vár palotájában, ugye, véltük, hogy szerelmet sírtál nemzetünkre. Mire utal ez a, mire utalnak ezek a sorok? Nyöszörögtél, miként nyöszörögtél anyádnak karjában? Nem nagyon írjátok, vagy csak késve jön át, ugye, amit itt beírtok nekem a chatbe, kommentbe. Hát ugye arra jelenetre, ugye, amit mondtam nektek, hogy 1740-41-es, nagyon jó, Fogdani már írja, amikor Mária Terézia karjaiban ugye ő felsírt, ugye 1740 vagy 41-ben volt ugye ez az országgyűlés, amikor ugye szintén a poroszok
támadták ugye a birodalmat, és a magyarok, magyar nemesek voltak azok, akik ott a pozsonyi országgyűlésen azt mondták, hogy életünket is vérünk a királynéért, ugye, és hát ugye a Habsburg házért ugye felajánlották ezt. És hát erre a jelenetre utal vissza itt az Ányos Pál, hogy na bezzeg ugye akkor, és a, ugye most kiderült, hogy hát ilyen kígyót melengedtünk a keblünkön. Tehát tudod, a pozsonyi vár palotájában, miként nyöszörögtél anyádnak karjában, véltük, hogy szerelmet sírtál nemzetünkre, és most látjuk, hogy gyilkos tört toltál szívünkre. A megilletődött őszek kardot vontak, védelmedre vitéz esküvést mondottak, felajánlottak volt végső csepp véreket, a buzgóság bírta ezekre szíveket. Ó, szegény atyáink, be nem gondoltátok, hogy ezzel veszik el virágzó hazátok. Egész Európa csodált benneteket, csak ti nem láttátok veszedelmeteket. Ím, akit számunkra királyt neveltetek, kiben arany időt virradni véltetek, most 300 000 fegyveres rabjával, egy pórázra fűzi nemest jobbágyával. Még jól meg sem hűltek anyja tetemei, hogy már ránk morogni kezdtek mennykövei. Biztatott ugyan még első levelében, hol szentül ígérte királyi nevében, hogy szabadságinkat egy pontig megtartja, és ő lesz anyja helyett nemzetünknek atya. Feléledett szívünk így ígéretekre, hálákat küldöttünk a kegyesegekre. Ó, miként örültünk, hogy kis magyarságunk nyer még olyan királyt, ki lesz boldogság. Már akartunk érte halni, már törődtünk. Miként feredhetne Józsefért fegyverünk? Ilyen a magyar szív, eképp tud érezni. Jó fejedelméért mindjárt kész vérzeni. Így örülsz te hajós, ha oly szél lengedez, mely előtt a sötét felhő fucsút vesz. Reméleni kezded akkor szigetedet, hogy nyereségekkel töltöd elszényedet, stb. Na jó, jó hosszú. Most nem akarom akkor tovább olvasni, illetve akarom, de egy kicsit később, vagy egy másik részét. Jó, mindegy, hagyjuk, mert most akkor... De a lényeg az, hogy hát jól beolvas neki, és hát mindenféle gyilkosnak és egyébnek nevezi. Tehát látszik, hogy nagyon föl van háborodva. Az Ányos Pál, és ő nem, tehát ő igazából itt többeknek a nevében beszél. Nagyon érdekes egyébként ugye maga az egész kor, tehát a második Józsefnek a kora, valahogy ellentmondásba kerül, ha valaki egyszerre jó hazafi akar lenni, vagy egy progresszív, haladó gondolkodású ember, ez a két értékrend, mintha egymással szembe kerülne. És nem úgy van, mint a franciáknál, ahol ugye, ha én jó francia vagyok, akkor jó forradalmár is vagyok, stb., és haladó vagyok, hanem egymással szembe kerül ugye valahogy a társadalmi haladásnak és a nemzeti önazonosságnak az eszméje vagy gondolata. Tehát ez egy tragikus sorsa általában ugye kelet-európai nemzeteknél. Na most ez egy viszonylag hosszú kitérő volt. Én remélem, hogy ennek alapján azért már tudjátok úgy hova tenni ezt a második Józsefet, és akkor menjünk tovább, és akkor beszélnénk az utódáról. Ugye az utód az öcsikéje volt, második Lipót néven koronázták ugye a magyar királyá, fontos, hogy koronázták, tehát ő látványosan vállalja, ugye úgy látszik, hogy jól informált volt arról, hogy a bátyáról hogyan gondolkodtak a magyar nemesek, és ő megkoronáztatta magát, mindent megígért nekik, 3 évenként országgyűlés lesz. Az országgyűlésről fogunk dönteni ugye mindenről, újoncozás, adók, stb. Tehát, hogy ő nem abszolutista lesz, ő ezt tisztelbe fogja tartani az ország hagyományait, alkotmányát, stb. Mindenét. Miért mondja ezt?
mert el akarja valamilyen módon fogadtatni magát. Valóságban semmivel nem kevésbé felvilágosult, mint második József. Őt is nyugodtan ide sorolhatjuk, annak ellenére, hogy mivel nagyon rövid időt uralkodott, ezért nem volt kifutása, tehát a második Lipót-féle felvilágosult abszolutista rendeletekről nem tudunk beszélni, mert erre már nem volt ideje. Honnan tudjuk, hogy felvilágosult volt? Előtte ugye ő toszkánai nagyherceg volt, egyébként második Józseffel ellentétben buzgón teljesítette az utódnemzés kötelezettségét is, tehát több gyereke volt. Mikor tud uralkodott? 90-től 92-ig. Na most a Toszkánában ő egy felvilágosult mintaállamot csinált. Törvény előtti egyenlőséggel, a halálbüntetést eltörölte, stb. Tehát minden felvilágosult abszolutista uralkodók álmát ugye ott Toszkánában valóra váltja, vallási türelemmel és egyébbel. Valószínűleg ilyesmit csinált volna, ugye itt is, nyilván erre volt hajlama, gondolkodása, ugye erre predesztinálta volna őt, de ahogy mondtam, nem volt ideje rá. Tehát, hogy hiába mondják, hogy a hülye Lipót, hogy jött a hülye Lipót, nem volt hülye, egyáltalán volt hülye, nagyon ravasz volt, eszméletlen ravasz. Ugyanis mit csinált? Ugye, nagyon, az egyik, hogy ilyen ígéretek, ugye, mézes madzag, én más vagyok, mint a másik József, én mindenre ugye megesküszöm, megkoronáztatom magam, stb. Országgyűléses. A másik oldalon viszont nagyon ügyesen manipulálta őket. Például ugye a porosz háborút lezárja, tehát nem is került sor háborúra, csak ugye a poroszok fenyegetőztek, ő egyezett velük, és úgy csinált, mintha nála lenne azoknak a magyar nemeseknek a névsora, akik a poroszokkal összejátszottak, tehát elhintette ezt, hogy a poroszok neki kiadták a velük szervezkedő magyar nemeseknek a névsorát, és ezek be voltak tojva, hogy mi lesz ugye velük, mint felségárulóval. Ezen kívül ugye a következőket csinálta, hogy kiküldött ilyen ügynököket falvakba, akik kifejezetten lázították a magyar parasztokat a földesuraik ellen, hogy követeljenek maguknak ugye jogokat, meg ezt, meg azt. És tehát gyakorlatilag ő maga szította a paraszt lázadást. Ha meg egy ilyen ügynököt megpróbáltak a megyei hajduk elfogni, akkor már húzta elő a másik zsebéből a papírt, hogy ő a császárnak az ember, és ő hozzá nem lehet hozzányúlni. És meg voltak ilyen bértolnokai, akik ilyen paraszt gyűléseknek a jegyzőkönyveit írták meg, sose volt paraszt gyűléseknek a jegyzőkönyveit, tehát ők találták ki ugye ezeket, amiben parasztok szájába adták ilyen szavakat, hogy ezt a földesurat, ezt így sütjük meg majd nyáson, meg úgy fogjuk ugye vasvilával felnyásolni, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan. És akkor ezeket ugye mutogatta, tehát a saját parasztjaikkal igyekezett megfélemlíteni a földesurakat, hogy ezeken az országgyűléseken az történjen, amit ő akar, és adott esetben később, mondom, mert erre már nem volt ideje, de ilyen jobbágyokat védő reformokat, vagy parasztokat védő reformokat át tudjon vinni. Tehát a módszerei, azok erkölcsileg erősen vitathatók különben, de sokkal ravaszabb módszerek voltak. Látszólag ugye ő tiszteletbe tartja az alkotmányt, és rendi jogok, és megyerendszer, és semmibe ugye én bele nem szólok, ugye úgy működjön az ország, ahogy kell működnie, de a másik oldalon meg mentek ezek a kis akciói.
Hát egy ilyen bértolnoknak, egy ilyen hamis jegyzőkönyvgyárosnak a nevét jegyezzétek meg, úgy hívják az illetőt, hogy Martinovics Ignác, az ő nevével majd még ugye egy későbbi órán fogunk találkozni. Na most, tehát ez ugye a második Lipót kora. Tegyük hozzá, hogy ahogy a 80-as években mondtam, hogy a magyar nemesek körében terjed a mondjuk sajátos interpretációjú felvilágosodás. A 90-es években behúzzák a kéziféket, mert a francia forradalom olyan fordulatokat vesz. Ugye a királynak, a királyságnak a megszüntetésével, a királynak a lenyakazásával, később, bár ugye ez már nem második Lipót kora, ugye, hanem a következő uralkodó kora, a jakobinus diktatúrával, amitől visszaborzadnak a magyar nemesek, és azt mondja, jó, hát ha ez erről szól, akkor nem játszunk, akkor nem kacérkodunk a felvilágosodásra. Még Csokonai is, ugye hát emlékeztek rá, hogy az igazi felvilágosodult versei az Estve a Konstantinápolyi Janyekóhoz, ezek általában ugye 1792 előtti versek. Tehát van egy ilyen jellegű folyamat is. Aztán 1792-ben ugye Lipót váratlanul meghal, és aki utána következik, az az első Ferenc, őre már nem mondhatjuk, hogy felvilágosult abszolutista, uralkodás idejének nagy részében abszolutista, de nem ilyen nagyszabású személyiség, nem ilyen nagy álmodó, hanem szürke, korlátolt, ilyen hivatalnok-szerű valaki, aki nagyon fél, hogy itt is francia forradalom lesz, telenyomta az egész országot mindenféle besugókkal, ugye, meg ügynökökkel, ugye, falnak is füle van, táskának is füle van, minden füle van. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kellett, hogy mit mond az ember, nagyon komoly cenzúrát vezetett be. Tehát egy olyan, de lépcsőház, hogy sötét és korlátolt, ugye most el volt a nagy vicc. Tehát az a lényeg, hogy innentől már egy más korszak következik, ami most nem is annyira megyek bele, mert perceken belül ugye itt lejár az időm. Nagyjából ez az az időszak, tehát 1740 és 92 között, amiről azt mondjuk, hogy a felvilágosult abszolutizmus korszak a Magyarországon, Mária Terézia, második József, második Lipót, és akkor itt 92-től kezdve valami egészen más jön, és hát innentől majd beszélünk ugye az első Ferenc uralkodásáról, ugye a Martinovics összeesküvésről, a napóleoni háborúk koráról ugye Magyarországon, de ezt már nem akarom ebbe a maradék pár percből összesűríteni, csak így jelzem előre, hogy valami ilyesmire számítsatok. És akkor előbb-utóbb majd csinálok ebből is ilyen prezit, most még egy kicsit várok, még gyűjtöm a dolgokat, és akkor hát lesz majd egy ilyen áttekintésetek, és persze a tankönyvből is mindig az oldalszámokat kiírom a krétába az aktuális órabeírásnál, ugye a házi feladat fejezetben. No, hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy meghallgattatok, itt voltatok, figyelemmel kísértetek, követtetek. Mondjuk a két osztályból a 14 az nem olyan nagyon sok, de hát annál hűségesebbek vagytok, és annál inkább ugye érezzétek magatokat megdicsérve, és jó, tudom, ezeket utólag is meg lehet nézni, de azért mondjátok a többieknek, hogy ne maradjanak le, meg ne essenek ki ezekből, hanem hát használjuk ki az időt, és haladjunk. Előbb-utóbb persze lesz ebből is dolga, fenyegetőztem. Úgyhogy hát ennyit tudok mondani. Akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer. Sziasztok!